Székelyudvarhelyre látogatott a Bencz úr Gyula emlékkiállítás. A tárlat a Nyíregyházi Jósa András Múzeum műtárgyállományára alapoz, amit a Magyar Nemzeti Galéria néhány ritkán látott Bencz úr műve egészít ki. A kiállítás különlegessége, hogy Bencz úr Gyula olajfestményei és korai grafikái mellett személyes tárgyait is láthatják a látogatók. Bencz úr Gyula a 19. századi magyar történelmi festészet egyik legnagyobb alakja, tökéletes kompozíciói, harmonikus színhasználata, természethű ábrázolásmódja a mai napig ámulatba ejti a szemlélőket. Általában a konzervativizmus a hagyományőrző festők között tartjuk számon. Nagyon szerette a játékosságot. Sokszor sisakba ábrázolja magát, vagy a Pána nádasban című képen ráismerünk a saját arcképére, illetve néha a történelmi jelenetek meneteibe is beletitkolt a saját arcképét. Bencz úr Gyula ugyanakkor előkelőségek arcképfestője is volt. Festett portrét királyról, királynéről, hercegekről, grófokról és vagyonosabb polgárokról. Összesen mintegy 150 arcképe ismert. A Jósa András Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria közös Bencz úr Gyula emlékkiállítása most átlépte Magyarország határait, és legelső külhoni helyszínére, Székelyudvarhelyre költözött. Ennek az apropója az, hogy vándorolhat a kiállítás, az, hogy a mi múzeunk most komplex felújítás alatt van. 1 millió műtárgyat nekünk ki kellett telepíteni, de hát úgy gondoltuk, hogy ezt a gyönyörű, szép tárlatot mi nem szeretnénk bezárni raktárakba, úgyhogy ezért megszerveztük azt, hogy a tárlat az elinduljon Magyarországon egy gyönyörű, szép útra, és utána pedig határon túlra. A Jósa András Múzeum gyűjteményében 62 Bencz úr mű szerepel. Közülük 32 került a vándorló emlékkiállításba, ami a Nemzeti Galéria gyűjteményével kiegészülve átfogó képet ad a festő életművéről. Nagyjából úgy fele-fele arányban szerepelnek a rajzok és a festmények, de elhoztunk jó párat Bencz úr személyes jellegű tárgyaiból is. Itt van ugye a palettája, festőbotja, egy pár bútordarabot, azok közül, amelyek a budapesti otthonában szerepeltek. Bencz úr Gyula műveket eddig még sosem láthatott Székelyudvarhelyen a közönség, a Házrezső Múzeum tárlatán ezért rekordszámú látogatóra számítanak. Egy nyelven beszélünk, ugyanaz a kulturális előképünk, ugyanazok az értékeink, és ugyanúgy tiszteljük mi is Bencz úr Gyulát, és mindig hajlamosak vagyunk egy picit megkapaszkodni és lokális identitási jegyeket keresni. Mi most úgy találjuk meg Bencz úr Gyulában a székely, hogy volt neki egy székely felesége. Az emlékkiállítás a nyár derekáig látogatható Székelyudvarhelyen, majd Gyergyószentmiklósra, utána pedig Bencz úr második feleségének szülővárosába, Székelykeresztúrra vándorol. A tárlat jövőre Kolozsváron zárja Erdélyi körútját. Bencz úr Gyula családjában egyébként öröklődött a képzőművészeti tehetség. 4 gyermeke közül a 3 lány folytatta édesapja vonalát, aztán az unokák is, egyedül a fia, ifjabb Bencz úr Gyula nem, ő orvos lett.